Nem zártak túl jó évet a gazdák 2022-ben. A kialakult energiaválság és gázolaj hiány is hatással volt a mindennapjaikra, de legjobban a közel 100 éve nem tapasztalt aszályos időjárás miatt fájt a mezőgazdászok feje. Kukorica vonatkozásában a több éves megyei átlag az ilyen 8,7-8,8 tonna, most pedig 3,4 tonnára csökkent a megyei átlag, és ugye sajnos itt az is elmondható, hogy a megyének voltak olyan részei, ahol szinte nem is lehetett, nem is volt érdemes aratni a kukoricát. Hiszen drágább lett volna a gépi munka, mint amit összesen hozhatott volna a betakarított termés. A kukoricán kívül a napraforgó is hasonlóképp megsínylette a száraz időjárást. A búzával azonban a legtöbb helyen nem volt akkora gond. Az ősz az csapadékosabb volt, mint az elmúlt évben, úgyhogy bízunk benne, hogy még fogunk téli csapadékot is kapni, és ezáltal a talajaink feltöltődnek, és egy jobb kezdetek, tehát jobb tavaszi kezdettel indulnak majd a növénykultúrák, és bízunk benne, hogy tényleg a 2023-as aratás az sokkal vidámabb lesz, mint az idei volt. Bár az időjárás kiszámíthatatlan, a gazdáknak lassan el kell dönteniük, hogy mit vállalnak 2023-ra. Mekkora területet szánnak a kukoricának és napraforgónak, vagy hogy egyáltalán vessenek-e jövőre ezekből, az idén alig termő növényekből.